szabolcs már Bereg megyében mintegy 29 ezer megyei matrica jár le pár nap múlva. Bartal Tamás a Nemzeti Uddíj Fizetési Szolgáltató ZRT vezérigazgatója arra hívta fel a figyelmet, hogy január 31-én két is fél millió darab 2019-es éves e-matrica jár le az országban amiből még mindig mintegy két milliót nem újítottak meg. A 2020-as ematrica megvásárlását a NUSZ vezérigazgatója szerint nem érdemes az utolsó pillanatra hagyni, mert január legvégén már nagy lesz a tumultus. A fizetős útszakaszokra jogosultság nélkül felhajtóknak pótdíjat kell fizetniük, írta a nemzetiútdíj.hu. Azok az autósok, akik elfelejtették megváltani az érvényes jogosultságukat, nekik 60 percük van, hogy online applikációkon keresztül megváltsák azokat. Azok az autósok, akik kicsúsznak ezen időintervallumból büntetésre számíthatnak, melynek értéke 60 napon belül 15 ezer forint, illetve akik 60 napon túl fizetik ki a büntetést, tőlük 60 ezer forintot követel a Nemzeti Udi Fizetési Szolgáltató ZRT. A púdiakra nincs méltányos semmilyen indokot nem tudnak elfogadni, így minden esetben a gépjármű üzemben tartója fogja megkapni a büntetést, mondta megkeresésünkre a cég vezérigazgatója.